Jó estét kívánok! Minden a választásról szól, idáig is itt a stúdióban választási esélylatélgatás zajlott. Intellektuálisan és morálisan semmire kellő társaság gyűlt össze egyébként ma este. Ez nem tiszteletlenség a részemről, a minősítés az nem tőlem származik, hanem a Magyarországgyűlés elnökétől, Kövér Lászlótól, és őt illik komolyan venni. Bemutatom akkor a vendégeket. Itt van Vadai Ágnes, a DK alelnöke, Burán Sándor, a Szocialista Párt országgyűlési képviselője, és Murányi András, a Zoom.hu hírigazgatója. És talán érdemes megemlékezni arról, hogy pontosan ezen a napon 6 éve mondott le Schmidt Pál. Ő az az ember, akit a már idézett Kövér László párt elnöke alkalmasnak talált a köztársasági elnöki pozícióra. Na, elmondom akkor, hogy mi ma a nap kérdése. Az ATV reggeli műsorában jelentette be Karácsony Gergely, hogy több választási körzetben is számít még visszaléptetésekre a választások előtt, és ezzel kapcsolatban voltunk kíváncsiak az önök véleményére. Kétfajta válasz létezett. Fontos, hogy csak egy-egy demokratikus jelölt legyen a fideszesekkel szemben. A válaszadók 91%-a ezt támogatja, tehát összefogáspárti, talán nem meglepő. És 9% mondja azt, hogy már késő, az emberek nem értenék meg a cseréket. Ugye ők se feltétlenül utasítják el azt, hogy legyen összefogás, csak azt mondják, hogy 5 nappal, 6 nappal a választások előtt már elment a vonat. Ezzel kezdünk akkor, mutatom az első felvezető filmet. Ön azt mondta, hogy kedd szerda tájékán várható 90%-os valószínűséggel mondta volt. Ez a 90% azóta emelkedette, csökkente? Nőtt. Mondjuk nőtt. Legyen 95. Legyen 95. És mit szólna ahhoz, hogyha most azt mondanám, hogy kedd van? Tehát, hogy egy kicsit előrébb hozzuk ezt a bizonyos dolgot. Azt mondanám, hogy ma még csak hétfő van. Ma még csak hétfő van. Egyébként pontosan tudják már, hogy holnap-holnap után mit jelentenek be, és már csak a finom hangolás megy, vagy pedig még komoly tárgyalások zajlanak a háttérben? Nézze, én a... Nem szép dolog, hogy a húsvét vasárnapot az ember erre fordítja, de én gyakorlatilag végig telefonáltam a tegnapi napot, és az alapján mondom, az a, amiről pénteken azt gondoltam, hogy 90, arra azt mondom, hogy 95. Nagyon fontos az, hogy ez nem egy pártot érint, tehát ez nem a mi döntésünk, nem is az MSZP párbeszéd szövetség döntése, hanem ebben részt kell venni az összes többi pártnak. Erről beszélt ma reggel Karácsony Gergely az ATV Start című műsorában. A politikus hétvégén a Demokratikus Koalíció és az Együtt vezetésével tárgyalt, illetve beszélgetett az LMP politikusaival is, de az utóbbi eszmecserét nem nevezné tárgyalásnak. Hozzátette, tárgyalna a Jobbikkal is, ha ők akarnának vele egyeztetni. A visszalépésekkel kapcsolatban arról beszélt, 10-15 körzetet érinthet az a csomag, aminek az előkészítése most zajlik. Na ugye, amikor ez a beszélgetés lezajlott Karácsony Gergelye, akkor nem tudhatta, hogy néhány órával később Fekete Győr András kiáll, és ugye visszalép a Momentum jelöltségétől a belvárosba. Ezzel a belváros eldőlt? Mit gondoltok? Dehogyis. Nem? Nem. Hát ott még van ugye... Tehát Hollik István még nem bont pezsgőt. Hát egyáltalán nem, ugye van egy nagyon erős LMP-s jelölt, Csárdi Antal, aki nem szándékozik visszalépni, miközben van egy MSZP-s jelölt. Ha kettő össze van adva, akkor az úgy rendben van az ellenzéki demokratikus oldal szavazói részéről, illetve a pártok részéről, de egyébként én ezt még nem látom áttörésnek. Nagyon szép nemes gesztus. Hát mondjuk, hogyha Csárdi Antal megnézi ezt a szavazást, akkor azért nagy lehet rajta a nyomás, és mindenkin, aki ebben a cipőben van. Mert ugye az látszik, hogy az emberek, legalábbis az ATV nézőinek 90%-a azt várja ilyen helyzetben, hogy lépjenek vissza. Befolyásolja a mozgásokat? Nem pusztán az ATV nézői várják ezt szerintem, mindazok, akik kormányváltást szeretnének, és a nyomás... Hát az EHO TV nézőiről azért nem feltételezném például. Igen, hogy egészen biztos vagyok, hogy azok között is van, mert néha én is bele szoktam nézni, bár erős idegzetűeknek ajánlok bizonyos csatornákat. Reggel kávé szóval helyett. A választó polgárok jelentős része, nagyjából 60-70% a kormányváltást akar, annak teljesen mindegy, hogy ez milyen formában valósul meg, de hogy a végén a fideszes jelölttel szembe egy jelölt álljon. Ebben a Szocialista Párt és a Demokratikus Koalíció már megtett nagyon sok lépést, hiszen mi 41 helyen indulunk most már csak, ugye ti pedig 60 helyen, de ott is átadtatok. Nincs már 60, mert átadtatok ti is helyeket független jelölteknek. És én azt gondolom, hogy a nyomás természetesen rajta van az LMP-n, akik eddig lényegében gesztust nem gyakoroltak, miközben például március 15-én mi egy oldalon visszaléptettük a saját jelöltünket Szél Bernadett javára. És én azt gondolom, hogy a Jobbikon is van nyomás, hiszen a Jobbik szavazóinak egy része nagyon világossá fogja tenni április 8-án az ő álláspontját a Jobbik magatartásával szembe, akár meg is büntetheti a Jobbikot azzal, hogy átszavaz a demokratikus ellenzék esélyes jelöltjére, és ezt én
javaslom is azoknak a jobbikos szavazóknak, akik kormányváltást szeretnének, mert a demokratikus ellenzék látszik ma olyan szövetségnek, amelyik képes ezt a kormányt leváltani, és utána képes kormányozni is. Én is azt tapasztalom, hogy a választók előrébb tartanak, mint a politikusok. Nagyon komoly megegyezési kényszer van, és ameddig lehet tárgyalni, és ennek az esélyét meg lehet teremteni, addig ezen dolgozni kell. De a választók előrébb tartanak. Meg tudom erősíteni azt, amit az Ági mond. Hozzám jöttek oda jobbikosok, akik elmondták, hogy az MSZP nekik, mint párt nem szimpatikus. Listán magától értetődő, hogy a Jobbikra fognak szavazni, de egyébként tudják, mi a dolguk, és engem fognak támogatni, mert ebben a körzetben vagy én verem meg a Fideszt, vagy a Fidesz fog nyerni, senki másnak erre nincs esélye. Ugye, te Demeter és ugye ezt mondanám az LMP szavazóira is, ők is előrébb tartanak, mint az LMP, amelyik nagyon merev a tárgyalásokon, de az LMP szavazók viszont nagyon mértékben akarnak kormányváltást, úgy tűnik, mint maga az LMP. Akkor ezek után, vagy ennek függvényében szüksége van-e ilyen formális megállapodásokra? Vagy azt lehet, abban lehet bízni, hogy az emberek tudják, hogy hát egyébként azért szükség van, bocsánat, az akartam befejezni, hogy azért nem ennyire rózsás a helyzet. Ez teljesen világos, hogy a válaszok egy része ennyire tudatos. Egy másik része, amelyek ugyanilyen más preferenciák szerint akar szavazni, mint amire én adnám a voksomat, ugye én MSZP párbeszédlistára fogom adni a voksomat, ők viszont határozottan sürgetik, hogy dőljön már el, hogy ki az az egy, aki talpon marad, mert nagyon idegesíti őket, hogy ez ügyben ezt hallanak, azt hallanak, nem látnak világosan előre. Ne felejtsük el, hogy amit mi tudunk, mert egész nap a híreket bújjuk, nézzük a tévét, hallgatjuk a rádiókat, és azt hiszük, hogy ezt már mindenki tudja az egész országban, sőt, mindenki tudja, hogy melyik körzetben ki az esélyes ellenzéki jelölt. A választók egy része ezt nem tudja, szeretne az esélyes ellenzéki jelöltre szavazni, de nem tudja, ki az esélyes ellenzéki jelölt. Éppen erről beszélgettünk adás előtt, hogy én Győrben voltam a hétvégén, és ott azt tapasztaltam, hogy kvalifikáltabb emberek is megkérdezték azt, hogy te nem tudod, a mi körzetünkben ki indul, és akkor kibogaráztam, hogy akkor éppen ott a Győri egyes körzetben éppen DK-s előtt van, Glázer tíme, így van. Tehát ez rendben van, de ezeknek az embereknek igazából nincs információk, nyilván ugye a lokális lapok nyomják a Fidesz propagandát, ez a rendben lévő része, idézőjelben mondom, rendben lévő része, de egyébként nem jutnak információhoz, és most nem olyan rétegről beszéltem, amelyik egyébként kevésbé nagy média fogyasztó. Ez egyik része, a másik része pedig az, hogy egy, nem tudom, önbeteljesítő jóslat március 15-én azért elhangzott a miniszterelnök részéről, amikor azt mondta, hogy meglátja mindenki, hogy egy nagy jelölté áll majd össze minden választókerületben az ellenzék, hogy szemben álljon majd a Fidesz-szel. Tehát szerintem nyilván nem így is kell lennie. Így van. Oké, nem tartottuk-e attól? Tehát ez nem egy valós veszély, hogy, és nem, hogy mondjam, lekicsinylően mondom, de hogy ugye a Fidesz szavazónak elég egy egybites gondolkodásmód. Listán és egyéniben ugyanoda kell tegye az X-et. Míg a kormányváltást akaróknak, hát hiszen ezt halljuk most már hetek óta, egyéniben a legesélyesebb ellenzéki jelölt, listán pedig szavazzon a szíve szerint. Sokszor... Ez egy komplexebb gondolkodás. De hát komplexebben is gondolkodnak. Tehát, hogy, és én azért nem becsülném le a jobboldali szavazók egy részét sem, én ugyanis azzal találkoztam, hogy volt olyan, aki azt mondta, hogy egyébként egyéniben rám fog szavazni, a pártjainkat nem támogatja. Tehát, hogy kormányváltást akar, a pártjainkat nem támogatja, egyiket sem. Majd ott meg nyilván megtalálja a saját jobboldali világának megfelelő pártot, akár lehet, hogy a Fidesz, de egyéniben konkrétan rám akar szavazni. Tehát, hogy szerintem sokkal rosszabbat feltételeznek az emberekről, mint ahogyan ők gondolkodnak. Valóban vannak olyanok, akik nagyon egyszerűen be fogják húzni a saját pártjukra, a saját jelöltjükre az X-et, ami a kettő ugyanaz, de nagyon sokan fogják osztani a szavazatokat egyénibe és listán. Éppen ezért mondja nagyon sok elemző, hogy ma megjósolhatatlan a választás eredménye. Mindenki ezt mondja gyakorlatilag. Nem csak azért, mert nem tud, tehát az emberek egy jelentős része nem hajlandó egyszerűen megmondani a párt szimpátiáját, vagy éppen félrevezető információt ad, hanem mert nem lehet tudni, hogy az utolsó pillanatban mondjuk a visszalépések következtében milyen konstrukciók alakulnak ki. Azt biztosan tudjuk, hogy szombaton 11 órakor Buenos Airesben, ha jól emlékszem, akkor kezdődik a ott szavazás. Nyitják meg először. Igen, ugye? Jól tudom. Tehát, hogy nagyjából addig azért tudunk menni, és én nem szeretném olyan sokáig húzni. Én nagyon örülnék annak, hogy amit tényleg a DK megalakulása óta mond, hogy valamiféle együttműködést, és én hiszek a formális részében is kell kialakítani, mert ahogy Sanyi mondta, vannak olyan választók, akik a pártvezetőiktől sokkal jobban elfogadják azt, hogyha kiáll egy pártvezető, és azt mondja, hogy drága barátaim, ebben a körzetben akkor mi a demokratikus koalíció jelöltjét támogatjuk. Ebben a körzetben az MSZP
Párbeszéd jelöltjét támogatjuk. Ebben a körzetben meg mondjuk az LMP-t. Tehát, hogy van, akinek kell ez a fajta... Sorvezető. Igen, sorvezető, vagy segítség, hogy meghitelesíti. Hitelesíti az információt. Éppen egy bocsánat, arról beszéltem, hogy orientál, mindenképpen orientál. És ugye mi számos gesztust tettük, ugye ott van Mellár Tamás, egy független jelölt javára, a frakcióvezetők mondott le, akkor ott van Veszprémben Kéz Zoltán, egy független jelölt javára, a volt pártelnökünk. Te ugye Demeter Mártával futsz együtt. Én Demeter Mártával futok együtt. Köztetek van párbeszéd? Most ez nem a szó pártpolitikai értelmében, de hogy ti beszélgettek arról, hogy mi lenne a helyes és a kormányváltás szempontjából üdvözítő meg. Oldás. Azt hiszem, hogy ezt nem Demeter Márta kell, hogy eldöntse, hanem az LMP országos vezetése. Nekem jó a személyes kapcsolatom a Mártával. A politikai szakítás után is megmaradt egy normális emberi viszonyrendszer, de én erről vele nem tárgyalok. Nem az én dolgom erről vele tárgyalni. Ebben, nem ebben helyi szinten kell, hogy az eldőljön. Katonák vagytok, és gyakorlatilag ez a fejetek fölött eldől, hogy ki kinek szóval a javára lép vissza. Politikusok vagyunk, de mind a kettőnk egy párt szövetséghez tartozik, egy párthoz tartozik, és azért ezeket a tárgyalásokat tétrehelyre befutóra mégiscsak a párteliteknek kell megvívniuk, mert az egész országot kell nézni, nem egy-egy körzetet. Egy fecske nem csinál nyarat. Én természetesen örülnék, hogyha a felmérések szerint negyedik helyen álló Márta visszalépne az én javamra. Személy szerint ezt nem biztos, hogy el tudom várni tőle. Az LMP tehetne egy gesztusokat, az LMP kapott már gesztusokat, és őszintén szóval azért nem lenne baj, hogyha az LMP vezetése ezen a téren rugalmasabb lenne. Egyébként azt mondtad, bocsánat, hogy megjósolhatatlan a választás eredménye, nyilván van egy nagyon erős fideszes fölény, legalábbis a közvéleménykutatók mindegyike szerint, de ez a fajta... Hát hogy mondjam, a legerősebb párt a Fidesz, de nem jelenti igen, azt, igen, hogy igen, mert képes egyéniben jó csillagállások alapján el lehet győzni, de az a helyzet, hogy ma hétfő van. Ugye vasárnap van a választás. Nagyon sok helyen még nem tudják azt, hogy egyáltalán hova kéne szavazni, miközben az MSZPP miniszterelnöke holnap vagy holnap után jelenti be, hogy egyáltalán milyen körzetekben van megállapodás, ha van megállapodás. Ez elsülhet jól is, de hogyha nagyon leegyszerűsítjük, akkor ez inkább sufni tuning, tehát erről legalább 2-3 hónap korábban kellett volna megállapodni, ezt azért szögezzük le. Tehát miközben itt hétfőn még arról beszélünk, hogy milyen lehetséges kimenetelei vannak, ez a sufni tuning része a történetnek. Igen, a Magyar Szocialista Párt és a Demokratikus Koalíció ebben a kérdésben hónapokkal ezelőtt megállapodott, amikor a 106 egyéni választókerületben mi, bár mind a két pártnak volt saját egyéni jelöltje mind a 106-ban, úgy döntöttük, hogy nyilván 60-ban ugye akkor úgy volt, hogy a Szocialista Párt, 46-ban pedig a Demokratikus Koalíció. Mi hívtuk ebbe a szövetségbe természetesen a többi demokratikus ellenzéki pártot is annak érdekében, hogy meglegyen az az hőnáhított kormányváltás. Sőt, március 15-én megértve a választók igényét, hogy mindenáron kormányváltást szeretnek, azt ahhoz invitáltuk a Jobbikot is. Most ma úgy látszik, hogy a Magyar Szocialista Párt Párbeszédszövetség és a Demokratikus Koalíció az, amelyik megértette a választók igényét a kormányváltásra, és az egyéni politikai érdekeket föláldoztak a közös kormányváltás érdekében. Itt erről van szó. Tehát nem kétségbe vonva, de mondok még két nevet, akik gyakorlatilag az egyéni politikai ambíciójukat tették félre a kormányváltás érdekében, Juhász Péter és Fekete Győr András. Tehát ők ketten azt mondták, hogy oké, látjuk, hogy... Így van, mind a két esetben, jól tudom, egyébként volt mérés abban a körzetben, és mind a két esetben a közös, ugye az általunk is támogatott Vénasszály Mártát hozták ki a közönkutatások győztesnek. Tehát, hogy természetesen nagyon fontos egyéni gesztusok, félreértés ne essék. Szerintem ezek fontosak. De Tóth Zoltán Budaörsön szintén esélyes jelölt volt, esélyesebb, mint az LMP elnöke. Ennek ellenére lépett vissza. Tehát azt tudom mondani, hogy itt mindenki hozott ebben a választásban egyéni és közösségi áldozatokat. De az nem túl nagy ár azért, amit április 8-án el akarunk érni, hogy ehhez zavarjuk Orbán Viktort. Hát most tényleg ebben az ügyben, Sanyi megbocsájt, az saját magunkkal példázom, teljesen lényegtelen Burány Sándor és Vadai Ágnes személyes vagy politikai kívánsága, karrierje. Hát egy dolog számít, hogy 8-án este úgy feküdjünk le, hogy szétzúztuk a nemzeti együttműködés rendszerét, és elkezdhetjük építeni a modern európai polgári Magyarországot. Na, azt hiszem, hogy erre a helyzetre most tök igaz, hogy óráról órára változik, úgyhogy izgalmas 5-6 napnak nézünk elébe. Azzal folytatjuk, hogy amit a felvezetőben mondtam, hogy a kormánypárti szavazók nem irigy emberek, tulajdonképpen látják ők, hogy mi történik az országban, csak azt gondolják, hogy ez valamilyen magasabb jó érdekében történik. Ezzel folytatjuk, ezt mutatja most egy friss felmérés.
Tavaly szeptemberben a helyszínen tanulmányozta az Európai Unió Költségvetési Ellenőrző Bizottsága, hogy helyesen költik el az uniós forrásokat az országban. A bizottság majd egy héttel ezelőtti véleménytervezetében hiányosságokat állapított meg. Azt írták, a korrupció jelenlegi szintje, illetve az államháztartás elszámoltathatóságának és átláthatóságának hiánya hatással van az uniós források magyarországi felhasználására. Úgy tűnik, nem csak az unió, de a szavazók jelentős része, köztük a kormánypárti voksolók is komoly problémának tartják a korrupciót. Legalábbis ez derül ki a Republikon Intézet legújabb felméréséből. 32% a Fidesz szavazóknak is azt gondolja, hogy a kormány pénzét a hozzá közel álló emberek meggazdagodására költi, mármint az emberek pénzét. Ez azt jelenti, hogy még a Fidesz szavazók többségében is ez az álláspont az, amivel egyetértnek. A fideszes szavazók szintén 32%-a vélekedett úgy, hogy sikeres vállalkozást alapítani Magyarországon csak fideszes kapcsolatokkal lehet. Ezzel az állítással a baloldali liberális pártokra voksolók 67%-a, míg a jobbikosok 66%-a értett egyet. Na, a Fidesz nagyon tud valamit, és nem abban az értelemben, ahogy gondoljátok, hogy én most gondolom, hanem hogy ugye a saját szavazó is érzéklik a korrupció növekedését, és mégsem fordulnak el tőle. Miért? A Fidesz kitalált valami nagyon furcsa dolgot a politika történetben, hogy úgy tette korruptá a politikát, a Fidesz politikáját, hogy ezt a Fidesz szavazók teljesen megértik és elfogadják. Ez minden, a jelenség, minden, de mi a magyarázat? Európai országban, sőt Magyarországon korábban, hogyha ennek a század ezredésze előfordult, abban politikusok buktak bele, sőt kormányok buktak bele, már a hírébe is, nem csak a bizonyított tényekbe. A Fidesz kormány meg gépesítette a lopást, gyakorlatilag futószalagon nyerik a haverok a tendereket és a pályázatokat, és úgy néz ki, hogy a Fidesz, mindenkit zavar az országban, kivéve a Fidesz szavazót. Mindenki másnak többek között ebből van elege, többek között ezért akarja elzavarni őket. A Fidesz szavazók meg valahogy ezt olyan bocsánatos bűnnek tartják. Úgy látszik, jobboldali politikus nőügyekbe szokott belebukni, nem korrupciós ügyekbe, ez egy régi mondás a politikában, de hogy az ilyen mértéket tud ölteni, hogy a Fidesz ennyire nyíltan lop, nincs olyan nap, hogy valamilyen botrány ne kerülne ki az újságok címlapjára. De az nincs. Hogy miért nézik el? Tenni egyfajta vallás. Ezt akartam szerintem mondani, hogy van egy anélkül, hogy megsérteném ezeket a Fidesz szavazókat, ez egy szekta gyakorlatilag, amelyekben gyakorlatilag ilyen vallásos révületben viseltetnek Orbán Viktor iránt és a kinyilatkoztatások iránt. Ugye van egy pompás országot behálózó média, amely ezeket az igazságokat súlykolja, ugye a problémákról semmilyen módon nem esik szó, tehát oktatásról, egészségügyről ezeket a témákat nem boncolgatják, és szektaszerűen ezek az emberek hisznek valamiben, amit Orbán Viktor mond, ami ezen a világon kívül esik, tehát a valóság utáni politizásnak a tere, az gyakorlatilag befogadhatatlan az ő számukra. Egyébként, hogyha őket sikerülne visszazökkenteni a valóságba, akkor én azt mondanám nekik, hogy azt figyeljétek meg, hogy Orbán Viktor, Semjén Zsolt, ugye a helyettese, Rogán Antal, Lázár János a második, harmadik, negyedik ember, továbbá Kósa Lajos. Hogyha ennek az öt embernek összeadjuk a hozzájuk vagy a családjukhoz kapcsolódó korrupciós ügyeit, akkor, hogy Sándor mondta, nagyjából a század részére az egész kormányt elzavarták volna bárhol a világon. Jó, külső Balkánon nem biztos, de bárhol a Európa szebbik felén. De ezek korrupció gyanús ügyek ebben a pillanatban, tehát ugye bizonyítani ezt még senki nem. És majd a fideszes ügyészség vizsgálja majd ezeket az ügyeket nyilván, és azt fogja mondani, hogy hát ez valóban korrupció, és börtönbe mennek ezek az emberek, ezt látom magam előtt. Ezen túlmenően azért mondanám, hogy szerintem ez egy igazi nemzeti tragédia, hogy a magukat keresztény konzervatívnak valló szavazók így állnak az országot behálózó korrupcióhoz. Tehát itt nem pusztán arról van szó, hogy akkor ott a nagy politikában lopnak, mert azt szerintem ez teljesen nyilvánvaló mindenki számára, hogy mi folyik Orbán családja, veje, lánya, és még ki tudja ki környéken. De látjuk, hogy lejjebbi szinteken is ugyanez megy, tehát megyei szinteken, önkormányzati szinten, a helyi polgármesteri szinten is ugyanez a korrupció megy, és hogy azok, akik tényleg magukat, még egyszer mondom, keresztény, konzervatív gondolkodású embereknek vallják, akik számára van valami erkölcsi iránytű, azok ennyire eltévesztik az irányt, szerintem ez egy igazi nemzeti tragédia. Mert én azt gondolnám, hogy ilyen kérdésekben egyfajta erkölcs van.
Tehát a szektaságot értem, a politikai vallásosságot értem, de van egyfajta erkölcs is. Ez az erkölcs, ez mindenkire vonatkozik, ez nem jobb vagy baloldali. Tehát az, hogy ne lopj, ez szerintem ez ilyen általános alapelv. Ki hol olvassa, ez teljesen mindegy, ez ilyen alapelv is. És szerintem akkor fog normálisan működni újra ez az ország, hogyha mindenki pártállástól függetlenül világos erkölcsi iránytűvel megy majd erőre, és nem nézi el senkinek, se kedvenc politikusának, se kedvenc focistájának, se kedvenc színészének az, hogyha tönkretesz ebben az országban valamit. Azzal pedig teljesen egyetértek, hogy nyilvánvalóan átszövi az egész államigazgatást, az egész közigazgatást a korrupció, de meg is mondták, ez nem valami melléktermék, nem valami hiba, hogy korrupció van Magyarországon. Ha jól emlékszem, Lánci András beszélt arról. Ez a Fidesz kormányzásának a lényege. Hogy ez a lényege. Na most azért ilyet nem is tudom, mondott-e valaha valaki, nem Magyarországon, a világban, hogy ez egy teljesen természetes jó, dolog. Jó, persze, ezt erőszeretettel mondjuk ezt a mondatot, ez szöveg összefüggésből van kiragadva, mert Lánci András azt mondta, hogy ez az új nemzeti tőkés osztály teremti meg a de Fidesz. Komolyan mondom, tehát én hiszek abban, hogy kell nyilván erős magyar kis- és középvállalkozói réteg, de komolyan mondom, tehát Mészáros Lőrinc itt a példa. Meg hát a nemzeti középosztálynak lehetnék tagjai, bárnekünk itt a stúdióban. De miért nem mi vagyunk a tagjai itt a stúdióban? Miért hát csak miért a Fidesz nem a kedves csokosai a nemzeti középosztály? Nem voltunk bibó kollégisták szerintem. Csak hogy visszatérve az eredeti témához, tehát lássunk tisztán, ez a fajta elnézés a korrupcióval nem csak a korrupcióval szemben működik, vagy a korrupció kapcsán működik, az egészségügy tönkretétele, az oktatásügy tönkretétele, a magánnyugdíj pénztárban. Ezeknek az embereknek az unokái már külföldön élnek, és ezt is elnézik nekik, igen, nem csak egy, a korrupció. Igen, mert van egy sokkal súlyosabb probléma, amelyel szembesülnek, ez pedig az, hogy jön a Soros és jön a migráns. Ugye ez van 2 éve kreténbe tolva a fideszes szavazópolgárnak, illetve a nem fideszes szavazópolgárnak is. Tehát ezeket egyszerűen felülírják ezek a dolgok. Hogyha mindenhonnan azt hallja ez az ember, aki egyébként révülete viselt a Orbán Viktor irányában, hogy most aztán itt mindennek vége, mert bejönnek és elfoglalják a boltjainkat, a lakásainkat és egyebeinket, akkor nyilván kevesebb időd van gondolkodni de azon, Andrés, hogy most akkor bemegyek a láttörésre. És okosnak. Tehát arról beszélgetünk, hogy olyan bölcs, hogy már régen átlépett a pártokon, és tudja azt, hogyha ő kormányváltást akar, akkor én meg kell találni felül annak a blödségnek, hogy majd beköltöznek a migránsok a magánlakásokba. Kapcsolatban a médiát, és nem a választók IQ-jával van itt a probléma. Az a választókör, amiről az előbb beszéltünk összefogás kapcsán, és hogy azt mondtam, hogy bölcsebbek és előrébb tartanak a gondolkodásban, mint a politikusok, az egy olyan szavazótábor, amely nem a fideszes médiából tájékozódik, hanem független médiából tájékozódik, internetről tájékozódik, nem kamu oldalakról tájékozódik, nem oroszok által indított, gerjesztett kamu oldalakról veszi le a híreket a migránsokról. Ezért sokkal tájékozottabb és sokkal inkább fogékony a gondolkodásra. Mindenki, aki a Fidesz média világából tájékozódik, az egy egybites cuccot kap. Minden nap, minden újságban ugyanaz van, tehát ott nincs háromféleképpen megfogalmazva ugyanaz a hír. A megyei labban, a TV2-ben, az M1-en, stb. Hát ezt láttuk, amikor egymás mellé vannak téve a címlapok. Van, szóról szóra ugyanaz megy. Na most ez azért egy viszonylag okos embert is el tud hülyíteni, már bocsánat a kifejezést. Nem teszi, tehát hogy mondjam, a tájékozottságától fosztja meg azzal, hogy egy egyoldalú maszlagot tol neki. És gátlástalanul hazudnak. Ezért tudják eleplezni a korrupciót, ezért tudják gátlástalanul azt hazudni, hogy az ellenzék lebontaná a kerítést, ha kormányra kerülne, miközben a pártok programjában pont ennek az ellenkezője van, egyik ellenzéki párt sem akarja lebontani a kerítést, de Orbán Viktorral az élen az összes fideszes politikus ezt a hazugságot megengedheti magának, mert az a független média, amiből az ellenzéki választók tájékozódnak, az nem veszi be a maszlagot, de Orbán Viktorékat ez nem is érdekli. Igen, őket ez nem az a 2,5 millió ember érdekli, akit még tudnak hűíteni. Igen, azért tegyük már hozzá, hogy ez nem ad felmentést arra, hogyha bemész a kórházba, és teljesen mindegy, hogy milyen szavazó vagy, akkor te is azzal szembesülsz, hogy nincs szappan, nincs WC-papír, várólista van, nincs elég szakápoló. Meghazaküldenek vérmérgezéssel. Tehát, hogy igen, de erről Gyurcsány tehet. De erről a Molnár Gyula tehet. De erre mondom azt, hogy persze egyfelől teljesen igaz az, hogy nyilván ezerbe tolják a propagandát. De másfelől azért szerintem joggá várható el az állampolgártól is, hogy a saját személynek higgyen, ne feltétlenül mindig annak, amit mondjuk a
a Magyar Egyen híradóban nyomnak. És az azért az a valóság, mondjuk az esztergomi kórház, amelyiknek sokszor kellett azzal szembesülni, hogy mindjárt bezárják a szülőszeti osztályt, mert nincs rá pénz, vagy a Dorogi Rendelőintézet, amit összevontak az esztergomi kórházzal, ennek következtében már nem úgy működik, vagy az utak például a választókerületemben, ahol akkora lukak vannak, hogy az elképesztő, az azért mégiscsak a valóság annak, aki mondjuk nem csak 4x4 méteren üldögél a nap 24 órájában, és az emberek kimennek az utcára, tehát látják, ezért van az, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy kormányváltást akarnak. Nagyon-nagyon sokan, csak ugye visszatérünk az előző kérdéshez, és őszintén remélem, hogy ez hamarosan az a pár nap már most letelik. Egyébként csak egy fél perc, hogyha kicsit kijövünk ebből a Matrixból, és csinálnánk egy ilyen összehasonlító tanulmányelemzést, mondjuk az 50-es évek kommunikációja, propagandája és a mostani, akkor igen nagy lenne az átmenet, ugye néhány szót kéne kicserélni, ezt rendszeresen elmondom. De ugye ott is az volt az alapelv, hogy van egy vagy két topik, amelyet súlykolni kell, nyomni kell a Szabad Népben, amelyik 800 000 példányban megjelent, embereknek olvasniuk kell az üzemekben, a Szabad Nép félórákon, stb. Tehát azokról beszélnek, ami nem beszélnek, azért nincs. Ugyanezt a tematikát követi az Orbán kormány, a tekintetben feltétlenül sikeresen, hogy van egy 2 milliós réteg, amelyik ezt még maximálisan benyalja, elmegy a kórházba, ott esik össze a férje, felesége, bárki, ott hal meg. Hát jó, hát nyilván akkor Gyurcsány vagy Soros vagy migráns. Ez a válasz. Vagy járulékos veszteség. Hát vagy az intellektuálisan és morálisan vállalhatatlan de ellenzék. Még egy mondatot hagyték már ehhez igen. hozzá. Ez pedig bocsánat, majd nekem a kövér... Nekem már majdnem megérkeztünk ehhez. Szerintem fontosabb is. És számunkra is iránymutató az, hogy az emberek azt gondolják, hogy pártkötődés kell ahhoz, hogy te sikeres legyél az országban, akkor végérvényesen elromlott valami ebben az országban. Mert mi mindig mindannyian azt mondtuk, és korábban a Fidesz is ezt mondta, és jóval korábban, de hogy a tehetség, a szorgalom, az kell, hogy számítson, és ne az számítson, hogy neked ki az anyád, ki az apád, téged ki segít. Szóval, uram, bátyám, szóval szerintem ez egy nagyon szörnyűséges mérés abban a tekintetben, mert korrupcióról tudtunk, de hogyha már a Fidesz szavazók egy jelentős része is azt gondolja, hogy az ő gyereke csak akkor tud boldogulni, hogyha van valamilyen Fidesz kötődés, és nem feltétlenül van neki, csak éppen az, hogy a Fidesz-e szavaz, akkor azt hiszem, hogy végérvényesen elromlott valami, és talán majdnem ezt lesz a legnehezebb kijavítani a következő kormánynak. Na már majdnem megérkeztem Kövér Lászlóhoz. Én azt gondoltam egyébként Kövérről, hogy a legtitkosabb fegyver az ellenzék kezében, tehát ennyi jót még az ellenzékkel nem csinál fideszes politikus, mint Kövér László. Vele folytatjuk most. Pár keresztény szlogen elmondását követően élesen bírálta az ellenzéki pártokat Kövér László ünnepi interjújában. Az országgyűlés elnöke szerint a jelenlegi ellenzék a legszínvonaltalanabb a rendszerváltás óta. Mint fogalmazott, csak az első világháborút megelőző és azt közvetlenül követő időszakban találunk ilyen intellektuálisan és morálisan semmire kellő társaságot. Kövér igazat ad azoknak, akik Vona Gáborra egy disznóol kitakarítását sem bíznák, véleménye szerint pedig a Gyurcsány Ferenc féle alakok, a Lenin fiúk egyenesági szellemi politikai örökösei. Velük nincs miről beszélni, ők ennek az országnak az ellenségei. De nincs miről beszélni, én azért megkérdezik például az Ágnest, hogy a Lenin fiúk téged mire tanítottak? Akkor az utolsó szemináriumon voltál. Akkor elolvastam ezt a cikket, amit, hogy erről fogom beszélni. Hogy mit elnézést? Elolvastam, vagy cikket elolvastam ezt a cikket. Ezt cikket nem ezen, bocsánatot kérek. Akkor kettő dolog jutott eszembe, hogy az újságíró és a legalja. Nem, ez propagandista. Az újságíró és a legalja, Kövér László meg szóval a politikai dúvat kategóriáját toppon viszi. Tehát, hogy azt kell mondjam, hogy ő házelnök, tehát elvileg egy tiszteletre méltó személy kellene, hogy legyen. De olyan szintű gyűlölet van Kövér Lászlóban, és olyan szintű, szerintem önutálat is, hogy az már ilyen pszichopatológikus módon jelenik meg nála, és akkor ad ilyen interjúkat. Szóval én végignéztem az elmúlt években az ő pedelusi viselkedését az országgyűlésben, amikor fönn üldögélt ott a székében. Hát szerintem sok-sok pihenés lenne neki szüksége. Kérdezed, hogy miből adódik ez a felsőbbrendűség? Neked volt például belépőd az MSZMP KB politikatudományi intézetében? Én kicsike voltam így a rendszerváltáskor. Na tessék! De hát nyilván, én megszoktam, hogy nyilvánvalóan mi kommunisták, hazárulók, idegenszívőek, gyurcsányisták, sorosisták, mindenisták vagyunk.
van egy pont, ahol az ember nem tud olyan szintre lemenni, mert azon a szinten, ahol Kövér László van, ott biztos megver engem. Tehát gyűlöletben, ezekben a kifejezésekben, abban a mondatában, ahol azt mondja, hogy nekünk már, mint a fideszeseknek van Istenünk, van családunk, van hazánk, és nekünk meg nyilván nincsen. Nem tudok mit mondani. Egyébként beszéltünk már a keresztény polgári értékekről, tehát hogy ez pont egy húsvétre időzített beszél. És hát én tegnap belenéztem véletlenül este az Abigailbe valamelyik tévécsatornán. Tehát az volt ilyen feeling, tehát ez a hazátlan bitangok, szegény Garas Dezsőre mondták, ugye nem tudták, hogy ő az, aki itt Abigail nevében, neve alatt itt mindenféle turpisságokat követel. Ugye ő volt a hazátlan bitang, most ez a mondat, hogy nekünk van Istenünk, stb. Tényleg ilyen hazátlan bitangnak érzem magam, de hát azért éppen húsvétkor, már ha Kövér László, szóval itt komolyan venném egy percig is, de azért vegyük komolyan. Tehát azért mégiscsak az egyik magyar beszélgi... Ezért beszélünk róla, pontosan tehát, hogyha, így ő most éppen Németh Szilárd lenne, akkor azt mondanám, oké. Okay. Kampányukból kampány szél fúr. Kampányukból kampány szél fúr. De az egyik hazai közögi méltóság mondatairól ez beszélünk. Rosszabb. Nem egy átlagos, egybites, fideszes politikusnak a mondatairól beszélünk. Kövér László akármilyen dúvad is, és akármilyen hülyeségeket és elfogadhatatlan, sőt aljas dolgokat beszél, azért egy képzett ember. Na most azért egy húsvét táján, ugye ha csak a 10 parancsolat egyik elemét veszek, hogy szeresd barátodat, mint te magadat, fel a barátodat, mint te magadat, hát az ember mennyire utálhatja saját magát, hogyha ennyire szeret másokat. Tehát, hogy elképesztő. Tehát milyen korkép az, amikor valakinek a személyiség tudata úgy be van szűkülve, hogy csak neki van Istene, csak neki van családja, aki vele nem ért egyet, az minimum a lenünk fiú politikai örököse. Ha van állampárt egyébként ma Magyarországon, az Fidesznek hívják, csak úgy jelszem, mindazt, amit valamikor az állampárt címszóval megtestesítettünk, gazdaság a kezükben van, az ügyészség legfontosabb területei a kezükben vannak, az igazságszolgáltatás egy része a kezükben van, a NAV a kezükben van. Ha van állampárt, akkor ez a Fidesz. Egyetlen Fidesz politikusnak nincs elkölcsi alapja bárkit azzal vádolni, hogy valamilyen kommunista elődök mai leszármazottja, hát bármikor is született. Ez agyrém. Szerintem az egyszerű. Bocsánat, csak annyi, hogy arra, amit Kövér László csinál, arra nincs gyógyszer. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy van rá injekció, vagy bármilyen orvosság, erre nincs gyógyszer. Nem csak azért, mert ilyen pozícióban van, hanem ezek a kijelentések, ezek azt tudják, hogy erre nincs gyógyszer. Tehát, hogyha valaki keresne, nem talál. Egy, kettő. Ha azt mondja, hogy neki van Istene meg családja, akkor 90-es évek előtt mi volt? Tekintettel arra, hogy a Fidesz tele van most is MSZMP tagokkal, volt KIS bizottsági tagokkal, KIS elnökökkel, vörös nyakkendősökkel, stb. Ebből azt a következtetést vonom le, hogy az állampárt, amelyik annak idején regnált mondjuk 56-tól 89-ig, annak az utódai ott vannak a jelenlegi Fideszben, tehát én alapon nem mondjam semmit. A harmadik pedig az, hogy nekem ebben az interjúban azt tetszett a legjobban, amit az Éliósz ügyről, a Semjén ügyről, meg a Lázár ügyről mondott Kövér László. Vicceltem, mert nem beszélt róla, és nyilván kérdeztem, de figyeltem, kutattam az emlékezetet. Ági azt mondta, hogy cikk meg újságíró. Ez nem, ez egy propaganda kiadványnak a propaganda terméke, amelyet nem egy újságíró készítette, hanem egy aktivista. Tehát, hogyha ez az ember újságíró, aki az országgyűlés elnökétől, aki a Fidesz választmányi elnöke, nem kérdez, jól emlékszem, hogy a Fidesz választmányi elnöke, nem kérdez meg, hogy egyébként kellő tisztelette, hadd tegyem már föl a kezem, hát itt volt valamit tessék rá befögni. Pláne, nagyon sokáig Kövérről az a legenda élt, hogy ő egyfajta józan hangban. A befügyesen elnöke. Ő tehát, hogy De nincs így. Tehát, hogy számtalan legenda kering, amiről azt gondoljuk, hogy mert a Varga Mihály ilyen, mert a Völner Pár ilyen, meg a Kövér László, ezek nem legendák. Ezek az emberek, és most ne arról beszéljünk, hogy ebben az interjúban tényleg ilyen pszichopatológikus jelleg rajzolódott ki, hanem arról beszéljünk, hogy az elmúlt 8 évben, mióta Fidesz kormányoz, az összes olyan politikusa, akiről itt szépeket meg jókat mondanak, akár mérsékelt konzervatív szavazók, mindegyike ott volt, amikor a magánnyugdíjpénztári vagyont lenyúlták, ott volt, amikor a letelepedési kötvénnyel beengedtek terroristákat, bűnözőket az országban. Nem állították meg azt, amikor a miniszterelnök veje, lánya, barátai, családja korrupcióba keveredett, hanem
ültek és végignézték. Végignézték, ahogy a rokkant nyugdíjasokat tönkreteszik, végignézték, ahogy a szolgálati nyugdíjasoktól elveszik a szolgálati nyugdíjat, és még sorolhatnám azokat a dolgokat, amivel ezt az országot tönkretették. Ott nem volt senki, mert az, hogy a propagandisták, a Fidesz újságírói között nincs senki, aki felszólaljon, ezért kapják a fizetésüket, de hogy ott nem volt egy keresztény ember, aki fölálljon és azt mondja, hogy kérem szépen, én már ehhez nem adom a nevemet. Na, szerintem ez a tragédia. Mondjátok, az teljes naivitás részemről, hogy az országgyűlés elnökének legalább a munkájában pártatlannak kéne lenni. Tehát ez valami olyasmi, mint államfőnek, köztársasági elnöknek lenni. Pártatlanok. Tehát, hogy ő együtt dolgozik az ellenzéki képviselőkkel is. És nyilván vannak helyzetek, amikor a saját pártársai szegnek házszabályt, mennek túl etikai vagy morális elveken, nekik olyankor őt kéne. Nincs benne egy ilyen szembefordulási kényszer. Az előbb egy kicsit már kezdett a feeling olyan lenni, mint a 80-as években, amikor Lázárról, Varga Mihályról, Kövérről, vagy mondhattuk volna Pokornét, úgy beszélgettünk, mint annak idején, akkor most a Grósz, vagy inkább a Beresz lenne jó, vagy a Pózsuka, és stb. Stb. De a régi reformkommunisták egy része azért képes volt adott pillanatban szembefordulni a saját pártjával. A Fideszben ilyen nincs. Tehát kár arról beszélni, hogy inkább Lázár, vagy inkább Kövér, vagy inkább Varga Mihály. Egyik se, a Fidesz csak kívülről lehet lebontani, ott házon belül senki nem fog szembefordulni a korrupcióval, senki nem fog szembefordulni a hatalmi struktúrákkal, ez csak kívülről lehet ezt a rendszert lebontani, belülről nem. Na de hát pont ezért mondtam azt, hogy nem volt senki, aki fölemelte volna a hangját akkor, amikor szétrabolták az országot, amikor emberek százezrei menekültek el ebből az országból, és választottak maguknak nem pusztán új munkahelyet, hanem új hazát is. De nem volt egy fideszes politikus sem. Jó, azzal folytatjuk a számlaadási kötelezettséggel. Ugye Tálai elvtársról és az ő stadionjáról van szó, ahol úgy tűnik, hogy megszegték a számlaadási kötelezettséget, nyugtaadási kötelezettséget. Ez az utolsó témánk már. Számlaadás nélkül árusították az üdítőket és a szeszes italokat a Mezőkövesdi stadionban Tálai András novelnök csapatának szombati NB1-es meccsén. A 24.hu videófelvételeken rögzítette, hogy a Mezőkövesd Zsóri FC otthonában a Paks elleni találkozón mind a stadion külső vendéglátó egységében, mind a stadionon belüli büfében zavartalanul zajlott a hatósági szabályok kijátszása. A felvétel tanúsága szerint a nézőtéri elárusító helyen még csak be sem kapcsolták a NAV-hoz elvileg bekötött pénztárgépet. Na most komolyan kérdezem, hogy hol van ebben Tálai felelőssége? Tehát ő nyilván nem a számviteli fegyelmet ellenőrzi ott a stadionba, ücsörög a VIP-páholyba, nézi a meccset. Ne ücsörögjön a VIP-páholba. Miért kéne neki tudnia arról, hogy mi történik a stadion büféjében? Én azt gondolom, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogyha a legegyszerűbb adó szabály megsértéséért vegzálja a választópolgárt. Láttunk már erre esetet, mikor volt olyan, aki nem volt hajlandó ugye visszafizetni az adót, mondván, hogy ellopták, na őt sikerült vegzálni, de nem Tálai az első, akinél ez történik, hiszen korábban Szatmári Kristóf esetében is volt, amikor a zöldséges boltjába nem adtak számlát, és akkor letagadta, akkor amikor bemutatták neki a felvételt, hogy csináltak rejtett kamerával, akkor azt mondta, hogy hamisítvány, miközben Szatmári Kristóf a belkereskedelmi miért felelős államtitkár. Most meg Tálai Andrásról beszélünk, aki a Nemzeti Adó és Vámhivatalt felügyeli, tehát szerintem neki van abban felelőssége és dolga, hogy legalább egy ilyen után hát valami lépés legyen. Ott a szurkolók elmondták, hogy nem egyedi esetről van szó, tehát nem arról van szó, hogy csak akkor fordult elő, hanem nyilvánvalóan többszöri alkalommal előfordult. Hát tehát olyan nem egyedi, most csak hogyha emlékeztek még arra a sztoria, akkor még Apechnek hívták, mikor az Apech szétházba aranyat árultak, és nem adtak fekete, felújították az a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál valami felújítást végeztek, és fekete munkások dolgoztak. Ezzel csak azt akarom mondani, hogyha az adóhatóság rendesen végzi a munkáját, akkor például elmennek Andy Vajna kaszinójába, és rendesen szétnéznek, hogy mi folyik ott, és igenis, akkor a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöke már olyan előszeretettel szavazgatja azt meg, hogy az adófizetők pénzét elköltsék az ő foci csapatának a stadionjára, akkor legyen szíves, amikor lemegy a büfébe, akkor ő is, viselkedjen úgy, mint Nemzeti Adó és Vámhivatal vezető. Milyen papírokat szorongat? Ajaj, nyugtát. Nem fogok tudni fizetni. Nem a meccsen. És nem is kell kifizettetek, ezt kifizettem, taxival jöttem.
jöttem ide a műsorba. Na, ezt a három darab nyugtát kell minden taxisnak, ha kártyával fizet a vendég, kiállítania. Nem tud alóla kibújni, kötelező neki. Na most, hogyha lenne olyan fideszes politikus, aki egyébként másodállásban taxizik, akkor lehetne, hogy ő lenne a kivétel. Mert a nemzeti együttműködés rendszerének pont ez a lényege, hogy nekik minden szabad. Van, ahol törvény garantálja, említetted a Hajdafile kaszinót, ott ugye nincs pénztárgép, tehát ott nem kellene ilyeneket, de egy taxi, egy nyomorult taxiban meg kell, hogy legyen ilyen pénztárgép, mert különben nem lehet taxizni Budapesten vagy az országban. Tehát ez egészen elképesztő, mindenhol a legkisebb vállalkozótól is megkövetelik, hogy adjon nyugtát, mert különben baj lesz. Na most a NAV első emberének a stadionjában meg ez nem törvényszerű, hogy így legyen. Miközben ne felejtsük el, azért a NAV most már egy fegyveres testület, mióta Pánz és a Vám és pénzügyőrséggel összevonták. Tehát, és habozás nélkül ugyanez a NAV, szerintem politikai parancsra, hogyha van egy nekik nem tetsző vállalkozó, azonnal kimegy házkutatásra, így fegyveres őrökkel, simán lefogalva a számítógépet, minden, addig vegzálják, míg el nem adja a cégét, mert rájön, hogy kár itt bármit is csinálni. Láttunk erre eseteket az elmúlt években. Na most ez a NAV ilyen politikai irányítás mellett ez simán meg tudja csinálni, és aki a politikai irányító, vagy legalábbis a nevét adja hozzá, Tálai András, az, aminek ott pöfeszkedik a VIP-páholyba, és nála meg nem kötelező az a nyugta, amelyet minden egyes taxiba kötelező adni, hogyha valaki kártyával. Azt látjátok egyébként a lelki személyitekkel, hogy a NAV elnöke megindítja a vizsgálatot a Mezőkövesd ellen, amelynek az elnöke a NAV elnöke? Tehát a Mezőkövesd labdarúgó klub elnöke. Hát már eleve a NAV elnöke. Tálai András itt, Tálai Andráson. Adó nyomozók rajtaütésszerűen kiszállnak oda a stadionba. Menjetek és tartóztassatok le engem. Igen, tármában két macska is játszik egymással. Még egyszer mondom, tehát Szatmári Kristóf esete is. Tehát hogy ez teljesen beleillik abba a sorba, hogy vagy, ahogy te mondtad, vagy törvényileg, vagy ha nem törvényileg, akkor csak úgy szabad. Másfajta szabályok vonatkoznak rájuk. Hadd egyszerűsítsem a dolgot. Bocsánat, ne haragudj. Tehát én azt gondolom, hogy már a rendszernek ez abszolút jellemző és része, hogy vannak a magyar állampolgárok, akik szeretnék normálisan élni az életüket, nekik mindent szabályszerűen kell megcsinálni, mert ha nem, akkor azonnal büntetés, meg eljárás, meg utánajárás, meg nem tudom én mi, és vannak a kivételezettek, itt kör is lehet, tehát nem csak egy személy, hanem akár egy ilyen futballstadion is lehet egy ilyen kivételezetti kör nekik, meg aztán mindent lehet, és szerintem ez rettenetesen bosszantó, irritáló, és visszatérnénk, ha már húsvét van, az a bizonyos erkölcsi iránytűtől, ami viszi az embert az élete folyamán, ez rettenetesen messze van. És mindezt, hogy a NAV elnök asszisztálása mellett, hát ez meg az külön pikantéria. Egyébként csak annyit akartam mondani, hogy egyszerűsítve ezt az egészet, tehát hogyha apuci megenged magának bizonyos magatartás mintákat, akkor nyilván a gyerek is egy idő után megcsinálja. Orbán Viktornál itt van a TAO pénz, ugye az ő szerelem gyereke, amelyből a legtöbb pénz felcsútra áramlik az ő stadionjába. Abból építették föl a TAO pénzből azt a felcsúti stadiont. Nyilván nem lehet, a kúria ugye kimondta, hogy ez közpénz, de mi azt mondja, hogy nem közpénz, ki? Persze. Tehát gyakorlatilag ez az adónak egy nagyon érdekes átjátszás, ez egy korrupciós történet, hogyha Orbán Viktor és köre, legfelsőbb köre ezt csinálja, mit várjak a NAV elnökétől, mit várjak Szatmári Kristóftól, mit várjak a többi fideszes vezetőtől. Ez egy megengedett történet, akkor nekünk is szabad. Még annál a TAO pénzek ügyében még annál is rosszabb a helyzet, mint itt, mert ott hiába perelte ki a DK, hiába nyertük meg minden fokon azt a pert, nem kapjuk meg a dokumentumokat jogerős bírói döntés ellenére sem. Nem, hát ahogy az előbb mondtam, a NER-nek pont ez a lényege, hogy nekik minden szabad, senki másnak pedig semmit nem szabad, ha már a stadionról akkor beszéltünk. Akkor használjuk ki az utolsó 10 másodpercet arra, hogy mondjuk együtt, hogy mindenki menjen el április 8-án szavazni, és támogassa a demokratikus ellenzék jelöltjeit. És váltsa le a kormányt. Kérem szépen, ez nem tudom mit hozzátenni, Róna Jégó következik. Szervusz, Egon, hallgattad az utolsó másodperceket? Hát azt is. A mozgósítást a napire stúdiójából. Hát ezt hallgatom fél órája. Szervusztok! Jó estét kívánok a kedves nézőknek! Mondjam, hogy mi lesz? Mondom is! Csökkenő óraszámok, kisebb osztálylétszám, 7 évente pihenő év a pedagógusoknak, oktatási ígéret hegye Karácsony Gergelytől, hogy ez mennyire az MSZP, azt majd elmondja nekünk Kunhalmi Ágnes, de beszélünk félmillió kéretlen fideszes e-mailről, meg 2000 megfigyelt Soros Istáról is, róluk majd többször is. Pusztító hatású, öszödi beszéd, mondják azok, akik nem hívei Gyurcsány Ferencnek, kampányeszköz a DK számára, mondják most a DK-sok. Molnár Csabát, az alelnököt várom, hogy megmagyarázza, hogy került
elő az összödi beszéd Gyurcsány Ferenc újabb mondatai között. Két elemző együtt talán majd jut valamire. Részvételi arány, átszavazási hajlandóság, visszalépések, kampánymondatok, Antal Attila és Somogyi Zoltán jönnek hozzám. A belvárosiban, abban a budapesti egyes egyéni választókerületben visszalépett a Momentum elnöke V. Naszályi Márta baloldali jelölt javára. Mit tesz most az LMP-s Csárdi Antal, aki ugye ott jelölt szintén, és mit tesz a most már nyíltan fideszes kollaborációval vádolt LMP azoknak az ügyeknek a fényében, amelyek egyre másra jönnek szembe, mi szerint is megszólítják őket, mi szerint is várják a visszalépésüket, ők megülnek és hallgatnak. Ungár Péter ül, de majdnem hallgat. Aztán beszélgettünk Csontos Csabával, akit a Soros Alapítvány, a Nyílt Társadalom Alapítvány szóvivőjeként Soros György hazai magyar hangjának is szokás nevezni, hogy tényleg 2000 soros ügynök dolgozik-e a kormány megbuktatásán. És egyébként törvénytelen lenne az, hogyha valakik azon dolgoznának, hogy egy kormány megbukjon és egy másik jön a helyükre. Ezt tehát Csontos Csabával is megbeszéljük, aztán majd jön hozzám Pető Péter és Tumf András, velük meg azt a mondatot próbálom elemezni, hogy sorosisták várhatóan mind elmennek szavazni, mondta minden magyar állampolgár miniszterelnöke Orbán Viktor Bayer Zsoltnak. Hogyan lett a magyar nép nagyobb, a nem Fideszre szavazó része a miniszterelnök ellensége? Erről fogunk beszélgetni, mindjárt kezdődik az egyenes beszéd. Köszönöm szépen, hát a hétvégén együtt fogjuk tolni Egonnal a választási műsort, Egonnal is, úgyhogy látni fogjuk, hogy az iménti mozgósítás az mennyire működött jól. Köszönöm szépen Vadai Ágnesnek, Burány Sándornak. Szavazni. És Murányi Andrásnak. Önöknek meg, hogy figyeltek ránk. Viszontlátásra.